Múlt héten döntött arról a szekszárdi közgyűlés, hogy a Tolnai megyeszékhely víziközmű vagyonát ingyen átadják az államnak, ami ezentúl így az önkormányzat helyett fizeti a hálózat működtetéséhez szükséges megemelkedett rezsiszámlákat. A rendszert több mint 50 településen üzemeltető Erőv ZRT az elmúlt hónapokban jelentős számlahátralékot halmozott fel, több pénz viszont a jogszabályi tiltás miatt nem kérhetett az ügyfeleitől. Az önkormányzatoknak arról kellett dönteni, hogy részt kíván-e venni ebben az állami integrációban, vagy pedig, hogyha nem, akkor nyilvánvalóan finanszíroznia kellene a cégnek a veszteségét. És most már minden önkormányzat szinte meghozta a döntést, és mindenki támogatta, hogy vegye részt a cég az integrációban. A tranzakció után az önkormányzatok eddigi tulajdon részei az államra szállnak. A tervek szerint viszont az új vezetőség minden alkalmazottat megtart, sőt a cél, hogy a már felhalmozott tartozást is a központi költségvetésből egyenlítsék majd ki. És így viseli a cégnek a tartozásait. Az, hogy ez pontosan hogyan fog megtörténni és milyen részletszabályokat fog tartalmazni ez a megállapodás, ezt még nem ismert, hiszen még csak a szándéknyilatkozatról döntött a közgyűlés, elkezdődnek a tárgyalások, az ügyvezető asszony fogja ezeket a tárgyalásokat vinni, és majd, hogyha eljutok a szintre, akkor nyilvánvalóan majd ismét visszajön a közgyűlés elé. A víziközműrendszer államosítása még idén befejeződhet.